az értékes emléktet egyesület által megszerzett második történelmi előadáson, és át is adnám a szót Kőarsztó történész úrnak. Szépen köszönöm. Ugyanígy, mint ahogy a meghívást is. Először járok Tatabányán, de feltűnőben már voltam néhányszor, de konkrétan Tatabányán most először vagyok, hogy ebből a tekintetről is újdonság nekem a helyzet, illetve az is, hogy találkozom ezzel az egyesülettel, és mindenképpen örömteli, és reméljük, hogy hát többen követik majd a példát, és hoznak létre olyan egyesületeket, amelynek a célja a történelemnek a megismertetése, és történelemnek olyan jellegű megismertetése, ami reálisan mutatja be az eseményeket. Sajnos Magyarország hasonlóan a kommunizmus elszenvedő országokhoz olyan jellegű gonddal küzd, hogy még ma is napjainkban is vannak olyan jellegű témák, amelyek tabu témák, és nem szívesen érintjük őket. Egy ilyen jellegű téma a mai témánk is, vörös terror és fehér terror. Több okból is fontos téma. Egyrészt fontos, és akkor itt az első diákot meg is tudnám mutatni. Egyrészt azért fontos, mert egy olyan esemény sorozatról van szó, amely mind a mai napig hatással van. Olyan mély árkot húzott a vörös és a fehér terror a politikai értelemben vett jobb és baloldal között, amely árkot mind a mai napig nem sikerült betemetni. Ez annak is köszönhető, hogy olyan időszakok következtek ezt követően, a Horthy korszakra gondolok, majd a Kádár korszakra, amikor az adott esemény nagyon szélsőségesen volt megítélve, és határozott álláspontot képviselt a hatalmon lévő párt, amellett, hogy az most elítélendő vagy nem. Innentől kezdve egy elfolytott, mélyen rejlő problémáról van szó, amit mind a mai napig nem sikerült kibeszélni, pedig fontos témák, és mindenképpen ki kell beszélnünk, össze kell hasonlítanunk ezeket az eseményeket, és le kell vonnunk belőle a konklúziót. Több szempontból is, mint ahogy az imént elmondtam, érdekes az eseménysor. A másik érdekessége az, hogy a proletár diktatúra kialakulása, majd a Tanácsköztársaság 133 napja, majd az azt követő megtorlás, fehér terror, azt eredményezte, hogy Magyarországon nem tudott egy demokratikus rendszer létrejönni, és bizony sok-sok véres hatalomváltás tudott volna megelőzni, a kialakul a demokrácia Magyarországon, azonban nem így sikerült. Összeszámoltam, ott volt talán 7 olyan esemény is történt, ami véres volt. Gondolok itt a világháborúra, holokausztra, a Rákosi rendszerre, 56-ra, ugye most aktuális, az 56-os megtorlásra. Tehát olyan esemény sor előzött volna meg, ha valóban kialakul egy demokratikus rendszer Magyarországon, ami mindenképpen azt eredményezte volna, hogy emberek sokasága nem hal meg, de nem így történt. Először is, mi is ez a vörös terror, fehér terror, honnan jön az elnevezés? Maga az elnevezés onnan a francia forradalomtól származik, ugye a fehér a uralkodó háznak a zászlajának a színe volt, még a vörös pedig ugye az uralkodó ház ellen indított jakobinus mozgalomnak a színe volt. Így hát két pólusról beszélhetünk, vörös-fehér, két ellentétes oldalról beszélhetünk. Az előadás pontjai. Először is mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy hogyan jutunk el a vörös terrorig, milyen események előzték meg a Tanácsköztársaság kialakulását, hol szúrtuk el, hol szúrták el azt, hogy valóban nem jött létre egy demokratikus rendszer Magyarországon. Mindenképpen az előzményekről beszélnünk kell. Miben lett a világháborút követő időszak egy merőben más világ, erről mindenképpen beszélnünk kell. Azt követően tisztába tesszük, hogy mi is az a vörös terror. Nem tudunk minden elkövetőre külön kitérni,
de hoztam vidéki és fővárosi példákat is, és néhány személynek a neve mindenképpen elő fog majd kerülni, beszélni fogunk róla. Ő forrást hoztam az elkövetett bűnökről, úgyhogy meg fogjuk tudni nézni, hogy milyen esemény sorban cselekedetekben nyilvánult meg a Vörösterről. Ezt követően kerítünk sort majd a válaszra, a fehér terrorra, és ott is hasonló módon fogjuk az eseményeket megvizsgálni, elkövető személyek, és hely volt az adott esemény, illetve azok forrása ahhoz, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy mit is kell a fehér terror alatt értenünk. Végén előadásnak a második felében össze fogjuk hasonlítani. Nyilván én magam sem fogok tudni maximálisan pártatlan maradni, és hozok majd néhány példát arra, hogy melyikről mit érdemes tudni, melyiket mondhatjuk keményebbnek, miért így, miért úgy. Aztán nyilván a hallgatóság el fogja dönteni, hogy az általam hozott érvek érvényesek, jogosak vagy sem. És a legutolsó részében az előadásnak kitérünk arra, hogy a mai történetírás miképpen dolgozza fel ezeket az eseményeket, miképpen látja az eseményeket. Igaz, hogy a fehér terror elemzésénél már hozok egy olyan tanulmányt, amely mutatja azt, hogy van liberális oldalról, ugye a történészeknek és történészek között is azt lehet mondani, hogy vannak különböző irányzatok, és megnézzük a bal liberális oldal, miképpen látja a fehér terror. Érdekes az élet másik oldaláról nézni az eseményeket, megnézni az élet másik oldalát. Fontos, hogy mindenféle szemszögből megvizsgáljuk, és akkor fogunk tudni igazából tanulságot mondani, illetve elgondolkodni azon, hogy miképpen értékeljük jogosnak, mikor nem jogos, stb. Az előadásom során használni fogom némely ilyesmi papíromat annak érdekében, hogy ne hagyjak ki semmi fontosat. Nem 18-ban kezdeném az eseményeket, bár odáig is el fogunk jutni, az őszi Józsás forradalomig, hanem 1910-ben Ferenc József a következőket mondja, és hoztam is idézetnek, azt, hogy a régi iskola utolsó uralkodója vagyok. És ha belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy valóban így volt. Egy olyan jellegű uralkodó, akivel tudjuk, hogy van pozitív és negatív oldala is, láttuk a 48-as, 49-es eseményeket, de aztán látjuk, hogy a kiegyezés utáni időszak úgy alakul, hogy Ferenc József, az öreg Ferenc József, egy elfogadott az öreg Ferenc Jóska, Jóska bátya, egy elfogadott személy alakul Ferenc József, de ő 1910-ben már érzi azt, hogy merőben más világ fogja következni, és valóban a régiek közül talán ő az utolsó, a régi uralkodók közül talán ő az utolsó, aki megvan. Nemzetiségi oktatás politikával foglalkozom, és szép napot kívánok, tessék csak! És mindenképpen hoznom kell a példát, hogy a birodalom, az osztrák-magyar monarchia osztrák részében már a század elején felvetődik a választás, választó, illetve választhatóság kérdése, ki szavazhat, ki nem szavazhat, kire szavazhatunk, kire nem szavazhatunk. Tehát Ferenc József már érzi, hogy az a folyamat, ami elkezdődik náluk az osztrák részeken, hogy bizony általános titkos választójogot követelnek, az előbb-utóbb a monarchia magyar részében is, a keleti részben, az ország keleti részében is előbb-utóbb témává válik. Tehát ő tökéletesen érzi azt, hogy a régi világ lassan le fog tűnni, el fog tűnni, és egy megjelenő világ fog következni, és ez így is történik, és természetesen erre rásegít az első világháború is. Igen, még mielőtt el nem kezdenénk a világháború utolsó felének tárgyalását, hoztam mindenképpen egy idézetet. 1914-ből származik, és az oroszországi francia nagykövet írja ezt. Azért hozom, hogy lássuk, hogy nagyjából már az 1914-es esztendőben, tehát a világháború kitörésének első évében megfogalmazódott az, hogy abban az esetben, hogyha a monarchia a vesztes fél, a vesztes oldalon fogja befejezni a háborút, akkor valószínűleg a történelmi Magyarország mint olyan el fog tűnni. Következő
Ezt majd csatoljuk akkor, amikor Károlyi és a Károlyi-féle kormánynak a nemzetiség politikáját fogjuk példaként hozni, ami majd látni fogjuk, hogy egy teljesen olyan jellegű politika, ami egy álom nemzetiségekkel kapcsolatban, de erre majd később. Azt mondja, hogy Maurice Paleo, oroszországi francia nagykövet már 1914-ben a háború kitörése után feljegyezte Miklós cár terveit, elképzeléseit. És Ausztria-Magyarországban mi lesz? Kérdezte a nagykövet. Ha győzelmes csapataink a Kárpátokon belőle kerülnek, ha Olaszország és Románia is belép a háborúba, tudjuk, hogy miképpen lettek ők háborúba lépő országok, illetve hogy azt követően milyen fordulatot vett a történet, akkor Ausztria-Magyarország aligha éli túl azokat a területi áldozatokat, amelyekre Ferenc József rákényszerül. És akkor, mivel az osztrák-magyar együttműködés csődbe jutott, feltételezem, hogy a két állam nem akar továbbra is együtt maradni, legalábbis a jelenlegi feltételek között. Magyarország, ha Erdélyt elveszíti, aligha tarthatja tovább uralma alatt a horvátokat. Csehország legalábbis önrendelkezését fogja kívánni, vagyis Ausztria területen hajlani örökös tartományokra, a német Tirolra és Salzburg tartományokra zsugorodik. Tehát nagyjából a világháború előtt is érezhető volt, és így csatolnám az imént elmondottakhoz a hozott forrás részletet, apró részletet, hogy valóban egy új világ kezdett kialakulni. IV. Károly 1916-ban ugye Ferenc József meghal, és IV. Károly az utolsó magyar király kerül a trónra. A trónra kerülésénél nem csak, hogy megpróbálja tenni azt a lépést, hogy kilépjenek a háborúból, hanem azon is elkezd gondolkodni, hogy miképpen lehetne valóban a választásra jogosultaknak a számát kibővíteni. Ha megnézzük az adatokat, valahol a IV. Károly féle elgondolás igaz volt, mert azt kell látnunk, hogy 1910-ben a választásra jogosult lakosság aránya 6,4%. Ez az 1848-as adatokhoz képest is kell, és akkor a választásra jogosultak társadalom 7,2%-át adták. Igaz, hogy 1917 végén volt egy próbálkozás a választásra jogosultaknak a számát kibővíteni, azonban a javaslat elbukott, Tiszájék soknak tartották a 21%-ot, az ellenzék kevésnek tartotta, és Tiszájék 2%-a, minimum 2%-kal kevesebb választásra jogosultat szerettek volna tudni. Az ellenzék ebben nem egyezett bele, és innentől kezdve maga a téma félre lett téve. Tehát mindenképpen látni kell, hogy egyrészt problémaként jött elő a választásra jogosultak a száma, ki az, aki szavazhat. Valóban azt látjuk, hogy a társadalom nagy része nem volt választó és választható. Ezzel mindenképpen valamit kezdeni kellett valami. A másik probléma, hogy a nemzetiségi mozgalmat látjuk majd, hogy Károlyéktál végig Jászi Oszkár, főleg az, aki a nemzeti tanácson belül a nemzetiségi politikára fókuszál. Ők végig abban a meggyőződésben voltak, hogy a háború befejeztével az őszi rózsás forradalom, a tanács, nemzeti tanács hatalomra kerülése után mindenképpen majd egyeztetnek a nemzetiségekkel, és a nemzetiségek saját tanácsokat fognak ki kiáltani, és ezek a tanácsok együttműködve a Magyar Nemzeti Tanáccsal a régi történelmi Magyarország keretein belül együtt fognak működni, jogokat adunk neki, és innentől kezdve nem lesz többet probléma. Azonban látnunk kell, nem tudom, hogy Károlyi mennyire tudott erről, mennyire sem, viszont 100%-ig tudott ezekről a dolgokról. A románok már a világháborút megelőző időszakban nyugaton próbálnak eredményeket elérni, különböző vezetőknél kopogtatni és meggyőzni őket mindenféle érvekkel azzal kapcsolatosan, hogy a nemzetiségek helyzete kritikán aluli a birodalom keretén belül is, önálló országot szeretnének, vagy csatlakozni idézőjelben az anyaországhoz. Ha megengedik és érdekli önöket, akkor Tiszához írt, Bosszú László Tiszához írt levelét olvasnám föl, aki arról írt, hogy egy Lukács nevezetű személy Rómában tartózkodik, és ő miképpen viselkedik ott.
azt mondja, hogy kedves barátom, a római Congregatio de Propaganda Fide egyik hivatalnok, akit megkértem, hogy Lukácsot római tartózkodásai alatt kísérje figyelemmel, ezen úrnak legutóbbi római szerepléséről a következőket jelenti. Lukácsú Rómában volt egy pár romániai úrnál. Roppant nagyra volt az ő világra szóló szereplésével, megfordult nálunk a propagandéban is, bennünk azonban mindig csak általánosságokban és titkolózva beszél. Én megjegyeztem, hogy az általa elfoglalt álláspont következésképpen nem fog többé visszatérhetni Magyarországra, tehát figyelmeztet, hogy amit ő itt most mond, és mivel valószínűleg otthon nem fogják jó néven venni. De ő javíthatatlan képzelődésben azt válaszolta, hogy Erdély nem sokára Romániához lesz csatolva, és akkor magától megszűnik az ő számvizetése. Erre én gratuláltam is neki, mert szerinte a tervezett átcsatolás után az újonnan alapítandó minisztériumban részéről lesz biztosítva a közoktatási tárca. Tehát már előre le volt osztva, hogy mi lesz abban az esetben, hogyha lehetőség kínálkozik Erdély átcsatolására. Ezért mondom, hogy szegény Károlyék szándéka lehet, hogy jó volt, de itt már abszolút nem lehetett ilyen meggondolkodni, hogy nemzeti, meg nemzetiségi tanácsok jönnek létre, és azok együtt fognak működni a kormánya. Azt mondja, hogy, mert utána jön a lényeg. Addig azonban, még ezen tárca a jövő lehetőségei közöttünk, van egy pozitívum, azt tudnélik, hogy Rómában ellopták Lukács úr pénztárcáját, hosszasan sorolja. Én nem látván Lukács úr kártyáiba rávettem a propaganda keleti rítusú titkárát, hogy a pápát óvatosságra bírja Lukács úrral szemben, miután kihallgatásra volt menendő. Tehát már a pápánál kopogtat, próbálja a pápát is meggyőzni, és nézzük majd meg, hogy milyen módszerrel próbálja meggyőzni. Hogy mit mondott a Szent Atyának, és hogy az mit válaszolt, nem tudom. Egy dolog azonban bizonyos, hogy itt már senki sem hisz Lukácsú terveinek komolyságába. Ez ugyanis a román nem egyesültek tömeges áttérésével a katolikus egyház keverébe. Tehát azzal próbálta a pápát megnyerni, hogy a románság esetében lehetőség van arra, hogy áttérjen a katolikus vallásra, cserébe elnyeri a római pápa támogatottságát. Hát ők már javában kinincsenek, és szépen le van osztva a lap mindenkinek, hogy ki milyen jelenlegi pozíciót fog abban az esetben betölteni, hogy a lehetőség van arra, hogy Erdélyt elcsatolják. Károlyék pedig a 18 háborút követő hónapokban végig abban gondolkodnak, hogy ezekkel az emberekkel meg lehet egyezni. Tehát a Károlyék féle nemzetiségi politika az úgy, ahogy van, kés csőd volt. És ez az egyik előzménye annak, hogy ugye miért is megy teljes mértékben tönkre a Károlyi kormány, miért nem sikerül komoly eredményeket felmutatni. A társadalom többsége kezdett el remélni, hogy sikerül majd a helyzetet konszolidálni, nem így történt. Másik probléma 1918 októberében, október végén a régi pártok elkezdenek szétmenni. Új pártok jönnek létre, a régi nagyok, Tisza is, Aponyi is, mindenki érzi azt, hogy egy új jellegű politikai világ következik, ahol a régi pártoknak, Tiszaféle munkapárt, az ideje lejárt és valamit változtatni kell. Ennek lesz majd az eredménye, hogy a három pártnak a fúziója, a Függetlenség és 48-as pártnak, a Szociáldemokrata pártnak, melyiket mondta ki, Függetlenség és 48-as, a Szociáldemokrata pártnak és a Károlyék féle polgári radikál, bocsánat, a Károlyék féle a polgári radikális pártnak az egyesülése, és ebből alakult ki a Magyar Nemzeti Tanács, aki majd Ferenc Józsefnél megpróbálja elérni, hogy kinevezze őket kormánynak. Igen, csak hogy ezen három párt egyesülésével és a Magyar Nemzeti Tanácsnak a létrejöttével párhuzamosan létrejön a katonatanács is. Most a katonatanáccsal az a probléma, hogy a katonatanács vezetője rendszeresen nyomást gyakorol a Károlyra, olyannyira, hogy majd látni fogjuk, hogy minek után megalakul a Károlyi kormány, mindjárt részletesen kitérünk rá, hogy 30-a, 31-én mi történnek, akkor konkrétan ezt követően a Károlytól pénzt kérnek, mondván, hogy sosem jutottak volna a kormányra, hogyha a katonatanácsnak segít. És Károlyi fizet.
És azt is látnunk kell, hogy a katonatanács tagjai azok, akik a hazatérő, mert ugye a történetírásban nem egyszer azt látjuk, hogy arról beszélnek, arról írnak történészek, hogy a hazajövő katonák teljes mértékben elfáradt, motiválatlan, szervezetlen, össze-vissza vannak. Ez sok esetben nem így van. Van olyan ezred, aki úgy érkezik haza, olyan katonai egységek, akik úgy érkeznek haza, hogy teljesen egységesek. Azonban a katonatanács tagjai rendszeresen járják a kaszárnákat és izgatnak. Arra szólítanak föl, hogy tegyenek le mindent, hagyjanak ott mindent és menjenek haza. És amikor egy ilyen izgató brigáddal áll szemben valaki, akkor valóban nehéz egy egységes hadsereget létrehozni. Ez azért lesz fontos, mert ugye a szomszédaink, akik éhesen megpróbálnak minél több területet rabolni, ők veszélyt jelentenek ránk és jönnének. Nálunk pedig nincs katonai ellenállás hangban, olyan, amilyen. Olyannal is találkoztam, adott egység hazaérkezik, küldenék őket a csehek ellen, megállítják a szerelvényt a pályaudvaron, leszállítják a katonákat a katonatanásnak és hazaküldik. Hazaküldik, izgatnak, folyamatosan zavarják őket, és ebből adódóan nehéz. Látni fogjuk a kijelölt hadügyminiszteri posztba kijelölt személyek számára egy időképes hadsereget létrehozni. József főherceg az uralkodó által megbízottan próbálja a helyzetet, amúgy az október 17-i tiszaféle beszél az, amikor kijelenti, hogy a Tisza, hogy a háborút elvesztettük, ami valóban elindít egy folyamatot, azonban azt is látni kell, hogy Tisza megkért mindenkit arra, hogy az adott pártok mindegyiket próbáljon egységességet mutatni, és egységesen fölépni a szembe jövő problémákkal szemben, mert hosszú távon ez lehet a jövedelmező. Tehát valóban elmondja a híres beszédét, onnantól kezdve az eseményeket tudjuk, a Károlyék mindenképpen szeretnék magukat kineveztetni, főleg Károly. József főherceg nem. Károlyi 27-én, október 27-én Bécsben is jár, azonban mivel Károlyit nem akarják Bécsben sem és nyugaton sem komolyan venni, Károlyi hazatér. Itt, hol a hatalmas tömeg várja, hogy most Károlyi mit fog mondani, Károlyi szomorúan mondja a tényeket, hogy hát itt engem nem úgy kezeltek, mint a leendő magyar miniszterelnököt, és akkor mondják neki, hogy hát, hogyha nem csinál belőled az uralkodó miniszterelnököt, akkor mi fogunk csinálni belőled miniszterelnököt, és onnantól kezdve indulnak el azok az események, amelyre most részletesen itt ki fogok térni. Azt is szokták mondani, hogy a Károly kormány hatalomra kerülésének egy őszi rózsás forradalom, ahol mint tudjuk nem is voltak őszi rózsák, de a lényeg az, hogy azt szokták mondani, hogy egy olyan demokratizálódás zajlott le, ahol nem volt komolyabb, vélesebb leszámolás vagy esemény, azonban látni kell, hogy ugye Tisza István halála pont ez az időszak, és nem tudom, hogyha látták a filmet, nemrégiben egy film jelent meg, ami foglalkozik a Tisza meggyilkolásával, nem történészi szemszögből, hanem mint kriminalisztika próbálja, kriminológia próbálja földeríteni az esetet. És azt látjuk, bár Károly, mint tudjuk, küldött hosszú utat temetésre különböző szövegre, amit állítólag a Tisza leszármazottak ki is dobtak a szemétnek. Nem véletlenül, ugye az asztoria szállodából indultak el ezek az autók, és nem elképzelhetetlen, hogy Károlynak is a keze benne volt. Amikor készültem az előadásra, akkor találtam egy idézetet, Rudi Gyula mondja, tudom, hogy pontosan mi a forrás, Hajdú Tibor az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom 68-ban megjelent könyvében van. Állítása szerint Rudi a Tisza halálát követően a következőképpen nyilatkozott: kémek, kortesek, atyafiak, cimborák, lesipuskások, becstelen országa száll csírva az utolsó Tiszával. Bár ő maga oly annyira tiszta kezű ember volt, amilyen senki hívei között, de régi dolog, hogy a gazemberek mindig becsületes embert választanak királynak. Ez is egy álláspont, én kicsit másképpen gondolok a világháborút megelőző világra és a Tiszaféle világra, de nyilván nem mindenki
neki kell a véleménye hasonló legyen, mint az enyém. Azt nézem, hogy itt a Károlyékkal kapcsolatban van-e valami, amit elfelejtettem mondani, vagy fontos mondani. Igen. Nagyon fontos az, hogy a külpolitika szempontjából a Károlyéknak milyen lehetőségei voltak. Ugye a Padovai egyezmény volt az egyik olyan egyezmény, ami a háború utolsó napjaiban egyezménynek minősül és talán rendezi azt, hogy Magyarország is hogyan tovább, mint vesztes ország. A Padovai egyezmény pontjai sok mindenről szólnak, azonban a déli és a keleti határvonalakat nem húzza meg. Nem szól olyan övezetről, ameddig a magyar hadseregnek, a magyar honvédségnek vissza kell vonulnia. És a Károly már a november 1-én megkérte a hadügyminiszterét, Linda Bélát, hogy szólítsa föl a magyar csapatokat a fegyverbetételre. Ez olyan jellegű probléma, hogy a hadügyminiszternek nem volt jogában a hadseregnek bármilyen utasítást kiadni, ugye az a királytól kellett volna érkezni, így amikor az első felszólítás van a Lindertől, akkor a németek is, meg az országok is néznek, hogy ez mi, mert ez a legalapvetőbb dolog lett volna, hogy tudja nagyon, hogy a hadminiszter felszólítására a katonák nem fogják a fegyvert letenni a fronton. A Padovai egyezmény ugye nem szól arról, hogy mi van délen és mi van keleten, szól viszont arról, hogy 15 napon belül a németeknek el kell hagynia Erdélyt és Magyarország területét. Ez majd akkor jön képbe, amikor az a bizonyos Mackenzie-ben vezető úriember képbe kerül, akiről tudjuk nagyon jól, hogy a Bukarestben való bevonulás 16 végén, decemberében az ő nevéhez köthető. A Mackenzie nem hajlandó hazamenni Németországba. Azt mondja, amennyi az utolsó német katona nem hagyja el Magyarországot, ő nem hagy hátra senki. A Károly pedig a Mackenzie-nek sem akar nemet mondani, hogy nem akar az ő szemében sem negatív színbe feltudni, viszont nem akar a nyugatiaknak és a győzteseknek, az Antantnak azt mondani, hogy hát én nem fogom betartani azt, amit kértetek tőlem. Egy elég furcsa helyzet áll elő, és aztán Mackenzie zokon is veszi, mert nem a megfelelően úgy történnek az események, hogy jól szeretni. A Károly viszont mindenképpen arra van kötelezve, hogy abban az esetben, hogyha Mackenzie nem adja el a területeket, a megszabott szabályok szerint, akkor internálni kell. Ez meg is történik. Aztán utólag Károly, ha jól emlékszem, akkor lovakat küld, de ez már később történik, hogy a Mackenzie haragját enyhítsen. Tehát ott is azt látható, hogy szegény próbál lapírozni, de abszolút úgy próbálja ezt tenni. Tehát az ő helyzetben az adott esetben nem lehetett ott. Vagy fekete, vagy fehér volt a dolog, ő megpróbált szürke lenni, és nem jött be a dolog. A másik pedig, amivel gondolkodni lehetett, az a november 13-án Károlyék által aláírt belgrádi szerződés, fegyverszüneti egyezmény, ahol már azt szokták mondani, hogy az olyan jellegű volt, amit talán nem is kellett volna aláírni. Ugye egyrészt arról szólt a történet, hogy a szervek Pécs fölötti részre vonulnak be, de még mindig adott lehetőséget az egyezmény, a belgrádi egyezmény arra, hogy 100 000 katonát fegyverben lehessen tartani. Csak hogy a Károlyék ezt is a hadsereg leszerelését is szó szerint vették, ebből adódóan Linder Béla mindenki tudja, hogy az ország ház előtt elmondott beszédét mindenki ismeri, azt mondja, nem akar felfegyverzett katonát látni. Ugye a Linder alkoholista is volt és pacifista is volt, tehát mindennek való volt, csak nem hadügyminiszternek. Ő teljesen szó szerint értette a leszerelést. Tehát mindig ugye a Belgrádban aláírt fegyverszüneti katonai szerződés biztosított volna 100 000 fős hadsereg fönntartását, ami valószínűleg elég lett volna, ha komolyan fölépünk ahhoz, hogy a hóhó éhes szomszédországokat meglátoljuk abban, hogy Magyarország területére betörjenek. Jó. József Herceg próbálkozik, azonban a próbálkozásai csődöt mondanak, ebből adódóan az történik, hogy hiába próbálkozik, hogy a hadikormánnyal
néhány órás kormányon tekinthető, ezt követően ki kell mindenképpen nevezni egy Károlyt, és látva a 30-ai körüli, illetve a 31-i eseményeket, úgy dönt, hogy fölhívja a királyt és megkérje arra, hogy nevezzék ki Károlyt. A bázis maga az ugye az Asztúria szálló, érdekes, hogy miközben hajnalban azon gondolkodik József főherceg, hogy már nincs mit tenni, és föl kell hívni a királyt, hogy nevezzek ki a Károlyt, mert az emberek a társadalom többsége is ezt akarja. Akkor közben még mindig védekeznek a Károlyék az Asztúriában, és a Kunfi is bent van, és a Jászi is bent van az Asztúria szállóban. Aludnának hajnalban, tehát nem tudnak aludni. Ugye várják, hogy mikor jön a következő támadás, és Jászi mondja a Kunfinak, hogy te, úgy tűnik, hogy volna föl fogunk bennünket akasztani. Másik ugyanúgy fekszik, és mondja, hogy te is úgy gondolom, hogy szerintem is föl fognak bennünket akasztani. Tehát miközben már megjelölődik a József főherceg fejében az, hogy beszélni kell a király, és ki kell a Károlyékat nevezni. A Károly oldalán álló közönésokon úgy gondolják, hogy ebből nem lesz semmi, és föl fogják őket akasztani. Nem így történt. A Károlyi kormányt kinevezik, és a Károlyi kormányt nem, hogy kinevezik, hanem rögtön az elején probléma maga az eskütétel. Ugye az eskütétel vallási jellegű szövegrészeket is tartalmaz, többen az új kormánytagjai közül nem hajlandóak az esküszöveget elmondani. Ráadásul rögtön a radikális baloldal részéről van egy felzúdulás, hogy hát az esküt kire tették, a királyra tették. Tehát akkor ezek úgy néz ki, hogy nem gondolkoznak köztársaságban. Tehát akkor lehet, hogy a Károlyék nem is igazából baloldaliak. Tehát már rögtön az elején probléma a kormánynak a kinevezése szempontjából az, hogy ezek az emberek nem akarnak köztársaságot, vagy a királyra esküdtek. Tehát van minden a régiben. Igen, külpolitikai szempontjából csak azért, hogy tartsuk itt a diasort is. Beszéltünk a Nemzeti Tanácsok színvonalásáról, itt a nemzetiségi problémáról beszéltünk. Valóban is belgrádi egyezményről, ami katonai szempontból fontos. Belpolitikából ugye a katonatanács Bogány József vezetésével érintettük. Folyamatos hadseregen belül történő lázításról beszéltünk. Közben létrejön a magyarországi kommunisták magyarországi pártja is, és ott tartottunk, hogy ugye beszéltünk a Károlyék-féle kormánynak a teszethosszaságáról, és hoztam ugye felsorolva az eseteket, a Mackensen esetről beszéltünk, amikor nem tudja eldönteni, hogy a Mackensennek akarjon tetszeni, vagy pedig a győzteseknek, mi legyen szegény Mackensennel, mert az előírás szerint neki el kellene hagyni a Magyarország területét, ő nem hagyott oldig elmenni, ameddig ugye utolsó német katona lenne, hagyta az ország területét, a Károly pedig próbált ide is oda is tetszelegni, azonban nem sikerült. És ott tartottunk, hogy ugye a baloldali és a baloldali kommunisták, akik rögtön már a kormány kinevezése után támadják Károlyékat, hogy mi van abban az esetben, ami ugye jelenleg fönnáll, azaz, hogy a Károlyi féle kormányra királyra tette az esküt. Igen. Jó. Azt nézem, hogy nem vettem neki valami fontosat, ami a történet szempontjából fontos. Annyit még nem említettünk meg, hogy a Nemzeti Tanácsnak milyen jellegű pontjai voltak. 12 pontban fogalmazták meg a programjukat. Jászi volt az, aki a programot 12 pontban összefoglalta. Ilyeneket ajánlottak, vagy ilyenekkel próbáltak támogatottságot szerezni, és szereztek is, hogy háború befejezése, földreform, elismertetik az újonnan létrejött kormányt és Magyarországot a győztesekkel,
és arról is szóltam Fámon, hogy abban az esetben, hogy ők kerülnek kormányra, akkor a nemzetiségekkel ki fognak egyezni, szinte egyikből sem lett semmi. Jó. Arra nem térnék ki, talán mindenki számára ismert, hogy amikor a Belgrádba a Károlyék elmennek, akkor miképpen jelennek meg a őket fogadó bizottság előtt, ugye öltöny nélkül mentek, szinte komoly talán volt az egész történet, ebéd formájában várták volna őket, aztán ugye meg sem hívták őket ebédeni, mert azt látták, hogy ilyen legyen brigádban nincs is miről tárgyalni, amikor pedig a Károlyék elkezdtek volna jeleket mutogatni a felé, hogy igen, őket komolyan kell venni, akkor csak egyszerűen annyit mondtak be az esetben, hogyha csak egyet szólnak, bennünket a szomszédországok seregei le fognak rohanni, és valószínűleg így is történt volna. Tehát Károlyék annak ellenére, hogy látjuk, hogy ki lettek nevezve, igazából nem jelentettek partnert, tárgyaló partnert a győztes hatalmak számára. Persze beszélhetnénk itt arról, hogy ugye voltak olyan jellegű hadmozdulatok vagy események, amelyek mindenképpen biztatóak voltak, azonban látni kell, hogy az adott hadmozdulatokat végző személy sok esetben nem feltétlenül baloldalisága miatt tette, amit tett, hanem egyszerűen a tisztekről van szó, akik az első világháborúban is fontos szerepet játszottak, meghatározóak voltak és abszolút nem ideológiai alapján vezették az adott sereget, alakulatot, hanem egyszerűen ugye teljesítve a katonai feladataikat. Jó. A kommunista párt létrejöttével egy időben megjelenik a Vörös Újság is. A Vörös Újság természetesen egy kemény baloldali újság volt. Majd ott lesz szerepe, amikor a Károlyi kormányt 19 elején lejáratják. Ott konkrétan a kormánytagok mindegyikét, igaz, hogy a mai politikai életet figyelembe véveznek, nem újdonság. Ott konkrétan minden egyes szemét szépen kijelölve elindult egy olyan lejárató kampány, ami aztán később meghozta az eredményét. Károlyi kormány mindegyik tagját, főleg amelyik mérsékeltebb volt, az adott újság kikezdett. És a médiának óriási szerepe volt már akkor. Érdekes, de ez majd elő fog jönni, amikor Károlyi beszélget, és át kellene venni, alá kellene írni a Vix jegyzéket, akkor Vix Károlyi mondja, hogy ha én ezt most aláírom, akkor beláthatatlan következményei lesznek. Tehát a kormány nem maradhat a helyén, és ki tudja, hogy mi jön utána, valószínűleg egy proletár diktatúr, ezt Károly látta. És Fix azt mondta, hogy minden a média múlik. Attól függ, hogy hogy tárolják. És azért érdekes ez, mert ezt a francia Fix mondta, nyilván nem saját álláspontját képviselte, hanem a franciák álláspontját képviselte, utána később pedig a trianoni békediktátumra való magyarok nem meghívására, azt mondta, azért, mert nem volt olyan jellegű kormány, akit ki lehetett volna hívni. De a franciák nem is akarták, hogy olyan jellegű kormányot egyébként ki lehet hívni, hiszen ha így lett volna, hogy akarták volna, akkor Vix azt mondja, hogy akkor végigpontoljuk ezt az egészet, és hogyha így látod, feltételezhetően te jól látod, akkor várjunk egy kicsit, próbáljunk, mert ha ti elmentek, akkor jönnek majd a vörösök, és akkor, de itt abszolút nem volt a franciák részéről igény arra, hogy valóban egy olyan jellegű kormány alakuljon, vagy maradjon meg, amit tudja Magyarországot megfelelőképpen képviselni a tárgyalásokon. Jó. Azt is látnunk kell, hogy 19 elején egyre inkább az a tendencia mutatkozik, hogy a mérsékeltebbek, itt nem csak a Vörös Újságnak a lejárató kampányának köszönhetően, hanem a Károlyféle balratolódásnak köszönhetően is a mérsékeltebb politikusok a pártból távoznak, és a kormány egyre inkább balratolódik, Károlyi nem tudja megállítani a balratolódást, és sok esetben azt kell látnunk, hogy sokkal határozottabban föllép a jobboldali szervezetek és sajtóorgánokkal szemben, ott a baloldalival szemben. Mindenhol az jön, abban az esetben, hogyha
bal oldalt próbálna megregulázni, vagy próbálna a kormány keretét visszatolni a megszabott irányba, hogy ellenforradalmi irányzatot vett, hogy ellenforradalmi elveket vett, mármint KB és kormányon, hogy a kivívott engedményeket előbb-utóbb el fogja a Károlyt törölni, vissza fognak venni a tempóból, és ez folyamatosan arra kényszeríti Károlyt, hogy balra toruljon. Ráadásul problémásra válik a választásoknak a kiírása, hogy ez egy ideiglenes kormány, választásokat szeretnének, ugye az ígéret az általános titkos választójog kiadása minden felnőttnek, azonban nem történik belőle semmi. Miért nem lesz belőle semmi? Azért nem lesz belőle semmi, mert Károly bár megígérte, hogy választásokat fognak tartani, viszont látnunk kell, hogy abban a pillanatban, amikor ugye a magyar hadsereg és maga a hadereje Magyarországon szét lesz zilálva, abban a pillanatban a szomszéd országok csapatai szépen elkezdik, hogy a magyar területeket adott részeken elfoglalni. És Károly abban gondolkodik, hogy ki lehetne hívni egy választást, na de az ellenséges csapatok által megszállt ország részben hogyan lehet választást tartani? Sehogy. Ha nem tartjuk meg a választásokat, ez automatikusan azt jelenti, hogy az adott ország részről lemondunk. Tehát ebből a tekintetben, vagy ebben a tekintetben, ebből a szempontból azt kell látnunk, hogy Károly valóban tehetetlen volt, és valahol érthető az, hogy miért volt tehetetlen. Tehát két tűz között volt, jó, legyenek választások, rendben. De azokon a területeken mi lesz? Ha nem tartjuk meg, akkor azt jelenti, hogy lemondunk az adott terület. Nem tudom, hogy mennyire ismert, de 2010 környékén volt egy Nagy Magyarország nevezetű történelmi folyóirat, hasonló képen, mint ami van most önállóan a Rubikon, és igen színvonalas történelmi lap, vagy történelmi foglalkozó lap volt, és neki volt az egyik számának egy olyan fedlapja, ami természetesen az egész száma Károlyékkal, illetve a proletár diktatúrával, későbbi proletár diktatúrával, tanácsköztársaság időszakával foglalkozott, és találóan rögtön a címlapon az volt fölírva, hogy Magyarország, balfékek Magyarország lényeg, vagy Magyarország irányításával, és valóban azt kell látnunk, hogy igen. Tehát arról van szó, hogy bizonyos esetben a szándék maga jó volt, de a kivitelezésre való lehetőség abszolút nem volt meg. Tehát szinte az általuk elképzelt irányvonalnak 80-70%-a megvalósíthatatlan volt a jelenlegi helyzet esetében. És valóban azt kell látnunk, hogy Károlyi, mint olyan tudjuk, nagyon jó, ugye szobra is volt sok ideig a Kossuth téren, a későbbi időszak során alakult ki egy olyan elgondolás Károlyról, vagy egy úgy állítottuk be, állították be a történetvonásba Károlyt, mintha valóban egy félisten lett volna. Nem annyira egyszerű a dolog, hogy azt lehessen mondani, hogy Károlyi Lajos volt, szoktuk ugye a hétköznaposan, hogy nagyon jó volt. Tehát csak állítottam a kép, azonban azt kell látnunk, hogy valóban vannak Károlynak olyan jellegű lépései, ami az adott helyzetet arra predesztinált, hogy előbb-utóbb jönni fog a tanácsköztársaság, és jönnek Kumbélai, jönnek majd a radikális baloldalnak a képviseletében emberek, és következik majd a vörös terror. Fontos még, hogy a tanácsköztársaság 133 napján, most azon belül a Vörös Terrornak az elemzése előtt beszélni arról, mi történik az év elején. Január 8-án lemondott a kormány, azonban Károlynak a szerepe, ha úgy tetszik, még nagyobb lett. Ön is köztársasági elnök pozíciójában került. A megengedett kormány megalakult. De egyre inkább azt látjuk, hogy a kommunisták egyre aktívabbak, egyre inkább támadják a kormányt. Mivel nyilvánul ez meg? Például felszólítják a lakosságot arra, hogy a bérelt lakásoknak a bérleti díját ne fizessék. Január 23-án a Pesti Hírlap szerkesztősége ellen indítanak támadást, nemrégiben volt például a politikájában is.
Tehát megtámadják a szerkesztőséget, szétverik a szerkesztőséget. Természetesen a oka ennek az, hogy olyan jellegű cikkeket írnak, ami az ő oldalukat, a kommunistákat negatív fényben gyüntetik föl. A munkanélkülieket fegyverbe szólítják, mondván, hogy a kormánynak olyan jellegű ígéretei voltak, hogy a munkanélküliséget nagyon lecsökkenték, nem lett belőle semmit, mire vártok. A Pogány József, akivel már találkoztunk és láttuk, hogy a katonatanásnak milyen jellegű szerepe volt a hadsereg demoralizálásában, felszólít nagy tőkések vagyonának elkobzására és földreformokat követelt. Ezek a földreformok már nem csak arról szóltak, hogy osszanak mindenkinek földet, hanem jöjjön létre közös tulajdonban lévő föld, és legyen közös földtulajdon. Tehát már láttuk ugye a kommunista nézeteknek, elgondolásoknak, dogmáknak a megjelenését. És tekintettel arra, hogy Károlyék nem üzelnek vissza, nincs reakció a Károlyék részéről, egyre inkább azt látják a kommunisták, és ugye a Károlyi kormányban lévő szociáldemokrata meghatározó politikusok esetében is azt látják, hogy sőt, már-már szimpatizálnak az általuk elmondottakkal, egyre inkább az lesz számukra világos, hogy a szociáldemokratákkal, ha arról van szó, nyugodtan lehet szövetségre lépni, partnerek lesznek benne, és ez így is történik később. Tehát a megérzés a kommunistáknak, kommunéknak megfelelő volt. A Kunféle Brigád nagyjából a 1918. decemberében tér haza, többnyire a hadifogság során, hadifogságmesnek és a hadifogolyként találkoznak a kommunizmusnak az eszméivel. Kun például olyan, aki már előbb a 90-es évek elején Adinak köszönhetően a baloldali körökkel megismerkedheti Adi Kunt, de majd látni fogjuk a Vörös Terrorban résztvevő személyek közül, visszatérők közül sokan a hadifogság során találkoztak a kommunista ideológiákkal, tették magukével, és decemberre, amikor az adott helyzet lehetőséget kínadtak, akkor jöttek. Tudni kell róluk, hogy Oroszországban rengeteg pénzt kaptak, tehát megfelelő anyagi támogatást is mutattak számukra, hogy a Magyarországon is létrehozzák a kommunista pártot, és hogy elkezdjék azt a munkát, amely láttuk, hogy Oroszországban 1914-ben milyen eredményekre vezetett. Amúgy hangsúlyozom, a Horthy-korszak időszaka alatt is a börtönbe zártak sok esetben anyagi támogatást kaptak külföldön, innen-onnan, onnan, tehát nem szenvedtek pénzt ilyen, ez nagyon érdekes. Tehát mindig meg volt a megfelelő mód arra, hogy hogyan tömjék őket pénzzel. Nyilván saját is ebből ezek az emberek nem tudtak a búságot fenntartani, nem tudtak volna lázítani. Volt megfelelő pénzösszeg arra, hogy ezt véghez tudják vinni. A fordulópontot a Népszava szerkesztőség elleni támadás jelenti, február 12-19 február 12. Ott Károly ugyan hezitálna, de a társaság többsége azt mondja, hogy igen, most valamit már tenni kell a kommunisták ellen. Meg is teszik a megfelelő lépéseket, a kommunistákat letartóztatták, már aki nem lépett olajra, és azt kell látni, hogy a leszámolás helyett a foglyul ejtett és gyűjtőfokházba vitt kommunisták cellák között szabadon járkálnak, beszélgethetnek, konzultálhatnak, csomagokat fogadhatnak, ez ugye lehet pénz is akár, tehát teljesen megfelelő, természetesen is az volt, hogy nem olyan társadalom oldaláról legyen egy óriási felszólítás, hogy miképpen bántak a kommunikkal, bár rögtön a legelején újságcikkek jelennek meg, arról, hogy milyen barátmódon megverték őket, és hogy mit történnek ott, és hogy kínozzák őket, stb. Kommunistákkal nem számolnak le, viszont egyre inkább verzálják a jobb oldalt. Érdekes, hogy Károly nem a fesztivált és a radikális lépéseket megtevő kommunistákkal próbál leszámolni, hanem megpróbálja a természetesen az események hatására egyre inkább erősödő jobb közép, illetve jobb oldali erőket megregulázni.
Március 15-e a tanácsköztársaság kikiáltása előtti időszaknak a utolsó olyan napja, amikor azt lehet mondani, hogy nagyjából az ország békés. Károlyi március 15-ét és október 31-ét mindennapban nyilvánították, és március 15-ének a megünneplése volt talán az utolsó olyan nap, amikor valóban nyugodt, illetve nagy konfliktusoktól mentes volt ez az ország. Röviden ugye az eseményeket, amelyek megelőzik a tanácsköztársasági kikiáltását. Március 19-én szakszervezeti sztrájkok bontakoznak ki, azonban ami beteszi Károlyéknak a zajtót, az a március 20-án eléjük, és már az előbb általán említett fix jegyzék. A fix jegyzékről tudnunk kell, hogy nagyjából ugye a román csapatokat az alföldig engedte volna. Károly ezt nem hagyja meg aláírni, viszont az ő részükről, az antant, győztes antant részéről nincs más kínálat. Károlyék nem akarják ezt elfogadni. Összeül a minisztertanács 20-án, azonban azt is látni kell, hogy amikor megtörténik, vagy elkezdődik a konzultáció azzal kapcsolatban, hogy na most mi legyen, akkor a Károly is köréből számtalan személy van, aki már elkezd gondolkodában, szociáldemokratákra gondolok, hogy mi lenne akkor, hogyha a kommunistákkal sikerülne megállapodni. És már elmennek szépen a gyűjtőfokházba, és elkezdenek egyezkedni a Kumbélával. A Károlyék pedig a tanácskozás közben a nagy konferencia közepette pedig szinte föllélegezve fogadják a hírt, hogy bizony a kommunistákkal úgy néz ki, hogy megegyeztünk. Megvan a megoldás a problémára, Károly maga is azt érzi, hogy ez egy olyan dolog, hogy most föl lehet lélegezni. A probléma csak ott kezdődik, amikor az a helyzet áll elő, hogy ő nem a várban nem tartózkodott, hazament éjszakára, azonban amikor a Hunfi azt mondja, hogy továbbra is ugye beszélnünk kell, ugye egyeztetnünk kell a kommunistákkal, hogy hogyan tovább és ki legyen az új kormány és ki legyenek a tagjai, akkor a Károly azt mondja, hogy oké, rendben van, akkor én várok, és mint ugye köztársasági elnök, megvárom, hogy mikor jön a bizottság, hogy ki kell kinevezni engem, nekem miniszterelnöknek. És hát ugye arról beszélhetünk, hogy létrejött a Magyarországi Szocialista Párt, de amikor a Hunfi visszamegy, vagy amikor miközben a Hunfit várja, hogy jön a hírrel, hogy kik az új kormány tagja és kit kell kinevezni a miniszterelnöknek, akkor nem a Hunfi jön, mert hoznak neki egy papírt, és az a lemondása, hogy ő lemond. És akkor a Károly nem érti, hogy de hát én azt nem fogom aláírni. Hát már pedig alá tetszik írni, mert a sajtó lehozta, hogy lemondott. És akkor már nem volt. Tehát már a sajtóban szépen megoldották a helyzetet, már lejött, hogy igen, már egy teljesen új szituáció van, és onnantól kezdve nem volt visszaút. Tehát ha úgy tetszik, a köréből árulták el Károlyt, és jött létre a tanácsköztársaság. Lehet majd erről vitatkozni, vagy kíváncsi vagyok a véleményekre, hogy milyen jellegűben szerepel Károlynak a tanácsköztársasághoz vezető útban, a tanácsköztársasági kiáltásához biztos vagyok. A kérdés csak az, hogy mennyire. Naív volt, nem volt naív, direkt. Érdekes kérdés a Károly kérdés minden esetben. Ezt hívjuk ugye pucsnak, amikor valóban, tehát pucszerűen a kormányt is és Károlyt is megmutatták. És hát elérkeztünk ugye az előadásunknak a fő pontjához, a proletár diktatúra kikiáltásához és a vörös terrorhoz. Mielőtt elkezdenénk ezeket az eseményeket megnézni, kell tudnunk arról, hogy
hogy ez március közepén történik, hogy áprilisban a keleti pályaudvarra az Antant által megbízott személy megjelenik, és megpróbál Kunnal tárgyalni, és egy sokkal jobb lehetőséget, ezt érdekes módon nem jelenti, nem szokták a történetírás, nem szokta ezt nagy dobra verni. A Kun Bélához jönnek egy olyan lehetőséggel, hogy a VIX jegyzékhez képest egy sokkal jobb ajánlatot tegyenek. Ha jól tudom, akkor Békés Csaba Szegedtől keletre lett volna az a vonal, ameddig a román seregek, román csapatok eljuthattak volna, tehát ez egy jó ajánlat volt a VIX-hez képest. Kun azonban ragaszkodott a Maros vonalához, amit a 18 végén az egyezmények kínáltak föl, mint lehetőség, és ott hagyta őket. A megbízott pedig vonatra ült és elment, és innentől kezdve ugye nem jött újabb ajánlat, ami azért problémás, mert abban az esetben, hogyha Kun erre rábólint, akkor lehet, hogy meghívták volna az összes többi vesztes országot is, az osztrákokat is, abban az időszakban, tehát 18 nyarán hívják meg, ugye a békés konferencia és az előzetes tárgyalásokat, ennyiket nem hívnak meg. Az azért problémás, mert decemberig vannak ott az amerikaiak, és van ott Wilson, utána eltávoznak, tehát amikor januárban, 1920, ugye, 20-ban járunk januárjában, ugye a Laponyék kimennek, vezeti a békedelegációt a vöröstérképpel, akkor már kész tényekkel járítják őket. És bár az angolok szívhez kapnak, meg a fejükhöz kapnak, hogy hát a vöröstérkép alapján ez a bizonyos már megszabott békediktátum nagyon radikális és nagyon kegyetlen, de akkor már nem tudnak mit csinálni és visel. Mert a franciáktól, az angoloktól igazából csodát nem várhatunk. Az amerikaiak talán tudtak volna, bár sok esetben, amikor a viszonyi pontokra hivatkoznak a kárvék, akkor kirőgik őket. De sokkal nagyobb lehetőség lett volna akkor, hogyha Kun azt mondja, hogy igen, talán meg is hívják őket, akkor még ott vannak ugye a Wilsoni, mint így. Ráadásul a szociáldemokraták, szociáldemokrata kormányon létre az osztrákoknál, ott a szociáldemokraták rögtön verik az asztalt, hogy a déli részen lévő osztrák országrészekből adnának a szlávoknak, már pedig nem. És ennek a hatására írnak ki népszavazások esetben a kérdéses területeknél, és marad osztrák kézen, és nem kerül a szláv létrejövő szerb-horvát, később szerb-horvát szlovénkínálságnak a birtokába. A másik fontos dolog, hogy a szociáldemokrata osztrák pedig a Kunékra hivatkozva kérik a Magyarországhoz tartozó, Nyugat-Magyarországhoz tartozó részeket, mondván, hogy hát egy ilyen jellegű kormányban proletár diktatúrát vezettek be, szélső valósok, tehát hogyha ha nem akarják, hogy hasonló alapjön itt is ki, különben is, mert nem lehet komolyan, mert is ezért adják oda azokat a részeket. Persze majd a kónaiék erről tesznek, hogy ugye sok mondan népszavazás legyen. Tehát nem volt annyira egyszerű a történet, de ők, a szociáldemokraták és az osztályoknak megpróbálkoznak.